Az elmúlt hónapokban sem unatkoztak a szórakozni vágyók 60-ban. A Jam Garden idei szezonját a Honey Bees csapata nyitotta, akikkel több százan énekelték együtt legismertebb dalaikat, és azok is jól érezhették magukat, akik a keményebb hangvételű, szókimondóbb zenéket szeretik. Őket a Fish és a Super nem ugráltatta meg a színpad előtt. Az országos ismertségű zenekarok mellett pedig a helyi együttesek is bemutatkoztak a közönségnek. A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén is volt kertmozi, így olyan premierfilmeket láthattak 60-ban a mozikedvelők, mint az Angry Birds vagy a Tarzan legendája. Az EB ideje alatt a focikedvelők vették birtokba a Jam Gardent. A magyar válogatott mérkőzései fergeteges hangulatban teltek, kicsik és nagyok egyemberként szurkolták végig a mérkőzéseket. Akik pedig a kubai ritmusokra vágytak, azok a Salsa Mojito tánciskola táncosai segítségével néhány lépést is elsajátíthattak. A hétvégén véget ér a Jam Garden program sorozata, az utolsó napon pedig régi ismerősök lépnek a színpadra. A cimbali band érkezik hozzánk, ők minden évben vendégeink itt a Jam Gardenbe, ugye Unger Balást, az ország legjobb cimbalmosát szinte mindenki ismeri, egyébként itt vannak a szomszédban Turán, nemrég voltak Japánba turnén, megkapták a Fonogram díjat, tehát egy országosan is népszerű zenekarról van szó, akik mindig hihetetlen hangulatot teremtenek itt a Jam Gardenben. A zenekar most egy meglepetés vendéggel kiegészülve ad majd koncertet. Ebben az évben az EB Terasz és a Honey Beast koncertjére voltak a legtöbben kíváncsiak.